Az interneten találtak rá a versenykiírásra, és elhatározták, hogy belevágnak. Így kezdődött annak a három nyíregyházi egyetemista lánynak története, akik az országos mezőny első 10 helyezettje közé küzdötték magukat. Kutasi Eszter úgy fogalmazott, nem volt kérdés, kikből álljon a tanulmányi versenycsapata. Együtt kezdtük az egyetemet, azért már ismertük egymást, tehát a csapat összetétele ilyen szempontból könnyű volt meghozni, hogy kik legyenek benne a csapatba. A felkészülések azok úgy zajlottak, hogy 4 héten keresztül minden hétfőn kaptunk egy feladatot, amit azon a héten vasárnap kellett elküldenünk. Ugye ez lehetőséget adott arra, hogy egy kicsit jobban át tudjuk gondolni a feladatokat, át tudjuk nézni őket. Asztalos Anna végzős hallgató. Azt mondta, a versenyben kevés lánnyal találkoztak, ezért is örülnek, hogy a mintegy 300 diákból álló 70 csapat közül az élbolyba tudtak kerülni. Erről is meséltek Szabó Györgynek, a Nyíregyházi Egyetem rektorának, na meg arról, miért fontos a fenntartható növénytermesztés. Mi a zöldrágya növényeket ajánlottuk ennek a Eurofarming Kft-nek, ugyanis növénytermesztéssel foglalkoznak, és ilyen irányban szolgáltatnak. És nagyon sok műtrágyát alkalmaznak, kevés a szerves trágya, mivel kevés állattenyésztés van a környékükön, és mi azt ajánlottuk számukra, hogy a zöldrágya növényeket próbálják jobban beépíteni a vetésforgójukba, ezáltal kevesebb műtrágyát fognak alkalmazni, illetve sokkal jobb lesz a talaj termékenysége és hatékonyabb lesz a termelésük. A nagy egyetemekkel szemben a Nyíregyházi Egyetem előnye, hogy a kisebb hallgatói létszám miatt az oktatók nagyobb figyelmet tudnak szentelni a tehetséggondozásnak. Ezt már az egyetem rektora mondta, miután a csapat mindhárom tagját rektori dicsérő oklevél elismerésben részesítette. Az oklevelet ketten tudták személyesen átvenni. Szabó György mindkettőjüket személyes jó tanácsokkal is ellátta. Két dologra hívtam fel a figyelmüket, és a potenciális követőknek is ezt tudnám felkínálni. Az egyik, hogy legyenek büszkék az intézményre, és vigyék a jó hírünket. A másik, hogy vegyék magukat komolyan, és ugye ez a díj és ez a verseny megmutatta, hogy egy kis igyekezettel a képességek kibontakozását lehetővé tévő feladattal, támogatással helyt tudnak állni egy országos szintű versenyben is, és ez a munkaerőpiac számára is egy üzenet, legyenek kedvesek egy kicsit nyitottabban viszonyulni az egyetemről kibocsátott hallgatók felé, megfuttatni, fejlődési lehetőséget, karrier lehetőséget biztosítani számukra, mert mind a két hallgató itt a térségben képviseli az egyetem hírnevét, és itt képzeli el a jövőjét. A rektor hangsúlyozta, az itt végzett diákok helyben maradása csak akkor lehetséges, ha a helyi vállalkozások, potenciális munkaadók nyitottan állnak a Nyíregyházi Egyetemen végzett szakemberekhez.